Üdvözlök újra mindenkit, itt is lennék a következő 10 meccse. Az első 10 meccset 6-4-re tudtuk lehozni, ami teljesen ugyanannyi, mint az előző heti, de ha a következő 10-est és az utáni lévő 10-est is 6-4-re le tudnánk hozni, akkor lazán meg lehetne a Gold 2, ha esetleg 7-3-7-3-mal, akkor a Gold 1 is, de majd meglátjuk. Jó szórakozást a meccsekhez! Udinese, allez! Udinese, allez! Udinese, allez! Na itt is van a következő ellenfél. Húha, három icon. Kicsit brutális flashback védősor. Húha. Az a Jedlin is állat. Hát nem tudom. Ha jól játszik a srác, akkor itt esélyem nem lesz. Az is jó. És megint megy a Quadrado. Megint megy a Quadrado. Quadrado megy. Beadja középre. Mahis befejeli. Ott is a vezetés. Darwin Mahis. Mahis középre teszi. Quadrado hatalmasat véd a cseh. És Tevez nem találja el. Előre vágjuk. És mehet a Mahis. És mehet a Mahis. Ezt innen nagy balfasság kellene, hogy elbukjuk. Középre Quadrado, és berúgja Quadrado! Itt a vége, fuss el véle! Talán az eddig legnagyobb győzelem és a legerősebb keret ellen hoztuk össze. Nagyon kellett. Na itt is a következő ellenfél, most lendületben vagyunk, 3-1-3 győzelem jött. És hát nem verhetetlen, az biztos. Attól függ, hogy fog játszani a srác. Nem egy brutális keret. Jön be a labda, és a gól! Ignacio Pusetto! Elvétettem. Elvétettem. Ott a gól. Szerzője Michael Owen. Nem igaz. Ezt nem hiszem el. Ilyen gólt hogy lehet kapni? Jaj, Istenem. Megint Michael Owen. Jön a Benatia. Jön a Benatia. És mi maradt ki? Atyavilág. És a Mahis. És a Mahis, és a gól! Rodrigo de Paul passzolja be! Ez már nagyon érett! Így viszont sajnos jöhet egy hatalmas kontra. Ez kellett ez a szerelés, ami piros lap lesz, így van. Állam fog kiállni sajnos. Ez van. Kapufa. Viszont megmentettük a hosszabbítást. Alan kiállt, de megmentettük a hosszabbítást. Megnyílik a pálya. Benatia, nem tudtuk elrúgni. Owen lő még egyet, itt a vége, úgy gondolom. Tíha, most van baj. Benatia van egyedül középen. Ott marad gól. Vége. Nem baj. 7-5. Most egy 3 meccses győzelmi széria szakadt meg. Na akkor 7-5-ről folytatjuk a következő meccsel. Ugyancsak nem egy könnyű ellenfél, és ugye Alant kiállították, vagy kiállítottam. És így Mandragorát kellett betennem a középpályára Alan helyett. Szóval ott is lesz egy lyuk. Ott a nagy helyzet. Ne ügyeskedjük be. Légy szíves, atyavilág. Mit csináltatok, srácok? Ilyen gól. Azaz De Paul.
És azaz. Jó, De Paul. De Paul vágja be! Rodrigo De Paul! Hát most tényleg milyen kár azért a gólér. 1-1! És Mandragora. Mandragora. Pusseto. Pusseto lövi be! 2-1 ide! Most Mandragora kicsit elvétette. Most Mandragora kicsit elvétette. Az gól. Sajnos az gól. Grace Mertens. És az jó. Az jó. Cuadrado. Lőd be. Nem lövi be. Cuadrado mellé rúgja. És a Cuadrado. És vissza a De Paulnak. És a De Paul. És a gól. Júj, de nagy játék volt. Rodrigo De Paul. Jön a Rashi. Jön a Wardy. És megy. Azt a mindenit. Mi történt? 11-es fújt. Befújta. Befújta a 11-est. Atya világ. Befújta a 11-est. Ezt nem hiszem. Befújta a 11-est. Mire? Ott van. Ott van. Gól! Cuadrado! The ball don't lie! Let's go! Így is van! Hú, de fontos győzelem volt! Azt a mindenit! Egy nagyon fontos győzelem jött az előbb, és itt is a következő ellenfél. Ugyancsak egy flashback hátvéd párosa van, és a Jedlin ez nagyon divat most itt a Premier League csapatoknál, bár ez kicsit hibrid csapat, meglátjuk. Nagyon nagy hiba. Nagyon nagy hiba. És óriási tvét, Handanovic! Úristen. David Luiz, az már sajnos benne van. Azt a mindenit lemaradtunk középen. Ilyen nincs! Most nagyon gyorsan kéne egyenlíteni. Vagy legalább szépíteni. Benátia ott van. És ott is a gól. Zégálár visszarúg egyet. És a De Paul. És a De Paul. És a gól! Rodrigo De Paul kiegyenlít. Húha! 2-2 pillanatok alatt. Megint Zégellár. Zégellár eszméletlen. Mahis. Vissza Zégellár. 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 És a gól Zégellár. Kevin Zégellár. Megint a Fofana. Bosszantó hibák ezek. Óriási gól. Nagyon bosszantó hibák, 90. perc. Kiegyenlít a Lewandowski. Ne hozzuk össze, légy szíves. Erre nem tudok mit mondani. Hova mész? Hova mész, Handanovic? De hát ez van. Ilyen a FIFA, utolsó másodpercek döntenek. Megyünk tovább, 8-6. Na itt is a következő ellenfél. Ami azért nem tűnik olyan brutális keretnek, de majd meglátjuk, hogy fog játszani a srác. Nagyon nagy labda. Na jó, nagyon nagy mákon van. Ez egy hatalmas mágból, nincs sünetlés.
De Paul, ott a gól! Ez gyönyörű játék volt. Rodrigo De Paul. Let's go! És Handanovic óriásit véd. 50. perc. 50. perc. Emre Can. Hogy miért nem fújta le, azt nem értem. Gratulálok. Ez gyönyörű. Az nagyon nagy gól volt. Azt a mindenit. De az a baj megtört. Két gólt lő igazából az 50. percre. Esélytelen. Jön a következő hosszabbítás. Ha persze nem engedi végig, de... Jön a következő hosszabbítás. Hát ez már nagyon sokadik hosszabbítás. És nem állok valami jól a hosszabbítások terén. Vége. Jönnek a 11-es rugások. Arnautovic. Belőgi. Zapata. Lent van. Piatek. Kihagyja. Mahis. Belövi. Egy ide. Zané. Kim? Besz, nem igaz, pedig... Handanovic. Itt van, Fofana. Figo. És megfogja Handanovic! Ha bent van vége. Alan. Bent van! Alan bevágta. Hú, de kellett ez a győzelem. 9-6. Teljesen úgy állunk, mint az előző héten. Ott is 9-6-tal fordultunk a 15 meccsnél. Azt a mindenit, te kellett ez a győzelem most. Fúha. Let's go! Egy nagyon fontos győzelem jött az előbb, és itt is a következő ellenfél. Nem rossz team, nem rossz team, meglátjuk, hogy hogy játszik, de az biztos, hogy nem verhetetlen team. Nagy védés. Szedjük össze, nem tudjuk összeszedni. Hova belövi. Most van probléma. Igen. Neymar rúgja be, 2-0. Nagy labda. Ha nincs les, akkor gól. Nincs les. 3-0. Ott marad. És a gól, és a vége. Eddig bírtam. Nem baj, 9-7. Az még nem rossz mindig. Na itt is a következő ellenfél. Ezt nagyon-nagyon jó lenne húzni ezt a meccset. És akkor 10-7. Úgy, mint az előző hétem. És onnan akkor nem szabad elrontani. Az ott átmegy. És... Ott a gól! Szerzője Kevin Lasagna! És igen, és ott is a gól. Sok lehetőséget nem tudtam kihasználni, és... Minek kell vág egyet. És ott van, az már gól! Rodrigo De Paul ezt már nem hibázza el. Let's go! Baj. Nem, ilyen nincs a világon. Büdös élet. Nem igaz. Jön a ellenfél, és belövi. Mbappe belövi, nem igaz. Na végre. De hát egyszerűen itt legalább 5-6-0-ra kéne vezetnem, és mi van? 3-3.
Hát, komolyan mondom, mert hatalmas vicc. Vezet újra. sírok a rögéste. Ez valami vicc. Lepaul. Gól. Lazanya berúgja, 81. perc, egál, de most már ne szúrjuk el, könyörgöm. Ott a helyzet és a gól! Juan Cuadrado! Ez már bent van. Vicc, vicc az egész. Ez egy hatalmas vicc. Jönnek a tizik, és az elsőt megfogom a Handanovic-sal. Zapata. Az is kimarad. De Rossi. Belevi. Gól, nice. Csupamocsing. Kimarad. Bent van, Fofana. Lineker. Középre lövi. Alan, bent van. Ha megfogom, vége. Középre. Mbappé. Ha De Paul belövi, vége. És bent van! Rodrigo De Paul belövi. Kínszenvedés volt, de megvan a mérkőzés. Hú, de milyen kínszenvedés. Atyavilág. Nem igaz. És itt 10-7. Megyünk tovább. Let's go! Egy borzasztó fontos győzelem után itt is a következő ellenfél. Aki nem verhetetlen. Bár jók azok a player pick kártyái. Szóval lehet, hogy jól játszik a srác. Meglátjuk. Gól. Az jó. Gyönyörű. És jön középen, a Puszétó beveri. Ignacio Puszétó. Ez baj. És az már a helyén. Timo Werner. Ezt nem hiszem el, ekkora mákot. Mekkora mák az ilyen van? Ott maradt előtte. Gól, de hát már szerintem ennek sok jelentősége nincs. Még egy labdaszerzés összejött van, még lehetett volna akár valami, de így mindegy. Egy vereség, most becsúszott, 10-8. Nagyon kár érte, de hát ez van. Menjünk tovább. Na most nem szabad eljátszani azt, amit az előző meccsen, vagy előző héten, hogy 10-7-ről 10-10, de ez egy brutális ellenfél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikon. 7 ikon, atyavilág. Buta hiba. Nem igaz! Ilyen gólt! Jaj! Botregényó, ott marad. Hát persze, hogy ott marad. Hol máshol maradna? Előtte. Buta hiba. Szép. Ennyi volt a meccs. Egyszerűen tényleg esélytelen. Nem, egyszerűen nem lehet mit kezdeni az ilyen 7 iconos csapatok ellen. Szóval ez van, ezért is léptem ki teljesen fölösleges. 10-9. Megint azt csináljuk, mint az előző héten. Na most nagyon-nagyon kellene egy győzelem, de hát ez megint egy brutális csapat. És jönnek itt az egyre jobb csapatok.
De az miért? Úgy van. De Paul. Lazanya. Lazanya kihagyja! Most kell higgatnak maradni. Nem mentek be a helyzetek, ott meg be fog menni. Így van. Ő meg be fog jelölni, mondtam. Vicc. Ez hihetetlen, jön három gyereség zsimmel, mint az előzőtől. Ugyanúgy. Azt sincs meg, persze. Jó, mámikor. Eljátszom ugyanazt, mint az előző héten. Ugyanúgy, 10 hétről, 10-10. No comment. Ennyi lett volna a második 10 meccs, sajnos a végét nagyon, de nagyon elrontottam. Ugyanúgy, mint előző héten, 10 hétről, 10-10. Ez van, lehet az utolsó 10 meccsen még javítani. Hamarosan jövünk vele.